egy délbaranyai, Horvátországhoz tartozó délbaranyai, egy megcsonkított magyarországi, és egy székely Romániához csatolt székelyföldi kitüntetett után, most az Amerikai Egyesült Államokban élő Botos Lászlónak és nejének, Margaretnek adjuk át, illetve avatjuk majd fel az emlékfáját. Róluk annyit mondok, hogy Botos László Simon tornyáról származik, a felesége Margaret Walesi. László egy lánglelkű magyar ember, aki egész életét reggeltől éjszakáig lázasan a magyarság szolgálatába állította. Ma túl a 70-en, közelebb a 80-hoz, mai nap is minden napja úgy zajlik, hogy felkelnek korán, 7 órakor már elkezdik a munkát, ami kimondottan a Magyarság Tudományi Intézet, amelyet alapítása óta vezetnek, annak a dolgainak az intézése, újabb magyar vonatkozású könyvek, források felkutatása, azoknak az interneten való elhelyezése, újabb könyvek, újabb beadványok szerkesztése, és ki van osztva mindkettőjüknek napi 10 óra, egy szünettel napi 10 óra munka, és ezt minden nap végzik. És Margaret pedig, mint angol nyelv és irodalom tanár, akinek ugye hát Walesi anyanyelvüket már elvesztették, de hát az angol második anyanyelvük, ő természetesen megtanult magyarul, és tökéletesen, helyesen ír és beszél magyarul, de ő számos dokumentumunkat lefordítja, és a legkiválóbb angolsággal terjeszti. Tehát neki is jut minden nap 2-3-4 órányi fordítói munka, és mindez teljesen ingyen, úgyhogy úgy kell élje ez a család, a jobb sorsra érdemes család is az életét, hogy bizony nem tud minden évben hazajönni. Nem tud, nincs annyi pénz, hogy minden évben hazaszaladjunk. Botos Lászlóiknak a leglátványosabb szellemi terméke az a Magyarságtudományi Tanulmányok kötet, amelyet 2008-ban jelentettünk meg. Ez teljesen egyértelműen az ő érdeme. Rajta kívül nincs még ember, aki azt a 36 szerzőt egybe tudta volna terelni és kiverni belőlük ezeket a magas rögtű tanulmányokat, és egy kötetbe öntve megjelentetni. És az, hogy ez a 850 oldalas kötet, amelyik a magyarságnak egy teljesen új arculatát rajzolja mozaikként meg, hogy ez tökéletes angolsággal is már 2008 óta a piacon van, az pedig a Margaret munkáját dicséri. Ha semmi más nem tettek volna, csak ezt a kötetet és annak az angol változatát, bőven megérdemelnék a Magyar Nemzeti Ezüstérmet. Hát ezért kapták, ítéltük oda kettőjüknek a kitüntetést. Isten éltesse őket távollétükben is. Úgy értettem Botos László szavaiból, hogy Kádár Dániel, aki az amerikai országos tanácsunk főtitkára és frissen hazaköltöző félben levő főtitkára, a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja fogja átvenni a kitüntetést. Gondolom, hogy Lévén, hogy ketten vannak a kitüntetettek, és másodmagaddal vagy a kedves negyedben, aki szintén világszövetségi tisztviselő, akkor kettőtökre bízni ezt az ezüstérmet, és a díszletet. Ha akarsz szólni, akkor tegyük. Kedves barátaim, miután Botos László barátom is, és 20 éve ismerem itt az Egyesült Államokban, nem tudok én sem jobb méltató szavakat használni, amit elnök úr elmondott. Bár ilyen emberekből lenne még egy jó pár száz, akinek ez tényleg élethivatása ez a munka. Laci reggel kell, és úgy befogja a feleségét a munkára, hogy hihetetlen. Ez a Margaret, aki tényleg Walesi születésű, olyan magyarság tudattal rendelkezik, megtanulta, érezte, nem tudjuk, hogy ez elképesztő, hihetetlen.
és az a munka, amit ők letettek az asztalra, az tényleg csak elismerést érdemel. Egy csodálatos házaspár, és imádják egymást, és példamutató családi életük van, és minden, amit csak ezt tudom mondani, és természetesen tolmácsolni fogom ezt nekik, és a szalagot is el fogom juttatni. Igen. Úgyhogy ezt most lefezzük le. Ezt most akkor felavatjuk, mert hát itt van a képviselő. Igen, ezt megkért az, hogy képviseljünk mindenkit. Hát a képviselt kitüntetett, meg felavatjuk a pár. Igen. Köszönjük szépen, haladjunk. A szalag. Bírja még a közös?